Akkor folytassuk is tovább a tűzvédelemmel. Tűz és égésvédelmi alapfogalmak. A tűz az az égési folyamat, ami veszélyt jelent személyekre és anyagi javakra. Beszéljük át akkor az égés feltételeit. Ugye éghető anyag és gyulladási hőmérséklet és oxigén. Ez a feltétele az égésnek. Tehát éghető anyag, gyulladási hőmérséklet és oxigén. Tűzvédelem a tűz megelőzése, valamint ezek feltételeinek biztosítása. A tűzjelzése Aki a tüzet észleli köteles haladéktalanul értesíteni a tűzoltóságot. 112. A tűzesetet úgy kell bejelenteni, hogy kiderüljenek azok az információk, melyekre a tűz oltásához szükséges lehet. Ki és honnan jelzi a tüzet? Ugye név, cím, telefonszám. Emberélet van a veszélyben, mi ég, és mekkora a kiterjedése? Feltételezhetően mi okozhatta a tüzet? Tűzvédelmi szabályzatot kell készíteni, ha a vállalkozó ötnél több embert foglalkoztat, vagy ötvennél több személybefogadására alkalmas létesítményt működtet. Vagy ha a tevékenység fokozottan tűz- és robbanásveszélyes kategóriába tartozik. A tűzvédelmi szabályzat tartalma. Ugye tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatok, munkavállalóknak a tűzjelzéssel és oltással kapcsolatos feladatok, a létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolása. A tűzveszélyességi osztályok 2012. novemberétől 2015. Március, márciusáig hatályos OTS, Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint, tehát A fokozottan tűz-robbanás veszélyes, B tűz-robbanás veszélyes, C tűzveszélyes, D mérsékelten tűzveszélyes, E nem tűzveszélyes osztályt különböztetünk meg. 2015. március óta hatályos OTS szerint három tűzveszélyességi osztályt különböztetünk meg: első robbanásveszélyes, második tűzveszélyes, harmadik nem tűzveszélyes. A tűzvédelmi szabályzat melléklete a tűzriadó terv. A kereskedelmi egység létesítésére használatára vonatkozó tűzvédelmi szabályokat a tűzvédelmi törvény írja elő, Például elektromos berendezéseket használat után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezés esetén áramtalanítani kell. Dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad, a BC tűzveszélyessége osztályba tartozó helyiségekben. A dohányzást és a láng használatát tiltó jelzőtáblákat táblákat ki kell helyezni. A raktározás tűzvédelmi szabályzatai biztosítani kell a raktárban tárolt anyagok körül járhatóságát. Hulladékot a műszak befejeztével el kell távolítani. Hőtermelő termelő villamos berendezéstől az éghető anyagokat legalább egy méter távolságban szabad tárolni. A tárolt anyagokon a tűzveszélyességi osztályt fel kell tüntetni. Kereskedelmi egységben használatos tűzoltási módok a következők. Az oltást mindig a tűz jellegének leginkább megfelelő anyaggal, illetve eszközzel történjen. Például elektromos eredetű tüzet, vízzel oltani tilos, leggyakrabban használt oltóanyagok. Ugye főleg gáztüzek, a oltás, a gáztüzek feszültség alatti berendezések, illetve izzóparázs oltására használjuk a por alapú anyagot, illetve vannak még a halonosak, feszültség alatt lévő berendezések oltására is alkalmas, például számítógép, meg egyéb elektromos eszköz. Tehát a halonos. Széndioksziddal oltó is van B és C osztályba tartozó anyagoknál, és feszültség alatt lévő berendezéseknél is alkalmazható. Egyébként a halonosat már nem nagyon alkalmazzák, a halongázas gázos tűzoltó, környezetvédelmi szempontoknak már nem felel meg. Általában a széndiokszid az, ami már tért nyert. Tűzoltó eszközök, ugye vödör, takaróponyvák, ásók és homok. Tűzoltó készülékek elhelyezésére vonatkozó előírásokat beszéljük át röviden. Minden megkezdett 200 euh, négyzetméter után de legalább szintenként el kell helyezni. A tűzoltó készülék ellenőrzése és karbantartása tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenység. A tűzoltó készülékeknek évente alapkarbantartáson kell átesniük. Ellenőrzésen. Továbbá negyedéves ellenőrzést az üzemben tartó is elvégeztetheti. 5 évente közép és tíz évente teljes körű nyomáspróba karbantartást kell elvégezni. Vagy minden használatot követően egy OKF által engedélyezett szakműhelyben. Az 5 éves közép karbantartás egyes típusoknál eltérő lehet. Tűzoltó készülékek jelölései. Ugye általában színük piros, használatukat piktogram mutatja. Tartalmazni kell a készülék típusát, ábrás és szöveges kezelési útmutatást, az eloltható tüzek osztályainak jelgépét és betűjelét. És nagyjából a tűzvédelemmel végeztünk is volna, úgyhogy köszönöm a figyelmet, és további jó tanulást kívánok!